Köszöntelek, Jónás Nézsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati trénerpedagógus. A Life Numbers módszer alapján szeretném nektek elmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy a különféle karaktertípusú ö, emberek ö, valamilyen szempont szerint ö, három különböző csoportba sorolhatók, és mik ezek a, mi ez a három csoport. Itt az ábrát láthatjátok, hogy egy ö, körön vannak elhelyezve a karaktertípusok megfelelő sorrendben, és ezek a karaktertípusok három nagy csoportba lehet őket beosztani. Mivel az ember test és lélek és szellem ennek az egysége jellemzi, ennek megfelelően az emberi személyiség három alapkomponense, az ösztön, az érzés és a gondolkozás. Ezt látjuk itt az ábrán is, felül vannak az ösztön típusúak, jobb oldalon az érzés típusúak, és baloldalon a gondolkodástípusú típusú karakterjegyek. Az alapkomponensek szerint három csoportba lehet őket sorolni, úgynevezett triászokba, azért triászokba, mert egy csoportba három karakter tartozik, és mind a kilencet valamelyikbe, tehát a kilencből valamelyiket valamelyik csoportba be lehet sorolni. Bármelyik típusba tartozunk is, a személyiségünkben mind a három megjelenik, tehát benne van az ösztönös, az érzelmi és a gondolkodás beli összetevő. Egyaránt, tehát ez mind megtalálható, ezek egymással kölcsönhatásban vannak, viszont ez a triászbeosztás, ez a csoportbeosztás azt mutatja meg, hogy a személyiség működésének mely területén vannak a legnagyobb problémáink. Mindhárom triászon belül az szerint különböztetjük meg a típusokat, hogy az egyének a fő energiájukat mire irányítják. Vannak, akik kifelé a külvilág felé, vannak, akik önmagukba befelé figyelnek, és vannak olyanok, akik az alap problémájuktól próbálnak eltávolodni, és úgy tesznek, mintha nekik nem lenne problémájuk. Na nézzük meg ezeket a triászokat. Az érző triász, amit jobb oldalt a kör oldalán helyezkedik el, ezek a 3 hármas és négyes karaktertípusú emberek, őket úgy hívjuk, hogy imás pontok. Az ebbe a triászba tartozó személyeknek legfontosabbak az érzelmek és a szeretetnek a megélése. A legfontosabb kérdés, amire életük során választ keresnek, az az identitásukkal, énképükkel kapcsolatos, és a szeretettel kapcsolatos. Folyton azt kutatják, hogy kik ők, hajlamosak felépíteni egy külvilágnak szánt hamis képet, egy olyan énképet, amit szerintük a külvilág elvár, vagy amit értékel. És ennek a hamis képnek, eme, ennek az imázsnak akarnak megfelelni. Igen, fontosak számukra a kapcsolatok, mivel ezek az emberek külső kontrollos emberek, és a kővilágtól várják a visszajelzéseket, a megerősítéseket, nagyon nagy mértékben függnek mások véleményétől, megítélésétől, és ezért kell nekik a kapcsolat. Éppen ezért a 2-es, 3-as, 4-es karakterűek, ők a függőségre leginkább hajlamos típusúak, mind a három típusnak az a fő problémája, hogy nem hiszik el, hogy értékesek, nem hiszik el, hogy elég jók, és nem hiszik el, hogy szerethetők. Tehát az a hogy ők nem elég jók, valami nincs rendbe velük, és önmagukért nem lehet őket szeretni. A kettes karakterű emberek mások felé fordulnak, és úgy gondolják, hogy ők akkor szeretetők, hogyha ha segítenek, ha gondoskodnak másokról. A kettesekről már készítettem egy jellemző, egy videót, amiben jellemeztem őket. És most nézzük tovább a többit is. A négyes karakterű ő befelé fordul, önmagát keresi, és alapvető érzése az, hogy ő különleges más, mint a többi. És a hármas karakterűek pedig eltávolodnak önmaguktól, érzelmeiktől, és azt várják, hogy a külvilág azt jelezze vissza, hogy ők a teljesítményükért, a sikerükért értékelhetőek és szerethetőek. A hármasok az energiájukat kifelé és befelé is fordítják, a kettesek azok kifelé fordítják az energiájukat mások felé, másokkal akarnak jót tenni, a négyesek pedig befelé fordítják az energiájukat, és szeretnének magukba kialakítani egy reális énképet. A következő triász a gondolkodó triász, vagy mentális triász, ezt itt a körnek a Bal oldalán látható az 5-ös, 6-os és 7-es karakterű emberek. Ennek a csoportnak a képviselői leginkább gondolataikban érzik otthon magukat, biztonságra, támogatásra, belső útmutatásra vágynak. Keresik a helyüket a világban, keresik az élet értelmét, és meg akarják érteni a világot, amiben élnek. Mivel azonban a világ úgy gondolják, hogy a világ működése nem mindig érthető, sőt gyakran irracionális, ezért ez félelmet, szorongást, aggodalmat vált ki bennük. A triászokból a hetes, ö, egy külsőpontos pontos karakter, ő kalandvágyó, bátran veti bele magát az életbe, ő a saját belső világától fél, attól, hogy elborítják a fájdalmak, fájdalmas emlékek, a múltnak a fájdalmai. Ennek elkerüléséhez állandó ingerekre van szüksége, és állandóan valamilyen tevékenységet kell végezni. Az ötös karakter belső pontos, félelmei a külvilággal kapcsolatosak, a külvilágot fenyegetőnek érzi, ezért saját elméjébe vonul vissza, megpróbál minél több információt gyűjteni a világról, és úgy gondolja, hogy ő neki mindenben profivál szakértővé kell válni, hogyha ő profi és szakértő lesz, akkor a világ nem lesz számára a félelmetes. A hatos karakterűek számára a legfontosabb a biztonság, energiájukat kifelé és befelé is fordítják, rendkívül ellenmondásos személyek, a félelmeikre kétféleképpen reagálnak, vagy nagyon aggódalmaskodóak és szorongóak, vagy pedig ellenkezőleg nem vesznek tudomást a félelmeikről. A hatos karakterűek azok, akiknek nagyon fontos a, a család, a biztonság, az egyensúly, a harmónia, és ha ez megbomlik, akkor nagyon aggódnak, félnek, és nagyon bizonytalanok. Az következő triász, ami a körnek a tetején van, az ösztönös triász, nekik a dűvel, a haraggal, az indulatokkal van problémájuk. Az ebbe a csoportba tartozó emberek alapproblémája ösztönös, belülről fakadó, és az autonóm cselekvés, tehát az önállóság és a társadalmi megfelelés vagy külső kényszer közötti ellentétnek a kezelésével foglalkoznak. Rendkívül fontos számukra az önállóság. Befolyásolni akarják a világot, hatni akarnak a világra, de azt akarják, hogy a külvilág az ne befolyásolja őket, ne irányítsa őket, ne kelljen szabályoknak megfelelni, meg elvárásoknak. A 8-as, 9-es és 1-es karakterűeknek problémájuk van a dűvel, a haraggal, az agresszió kifejezésével. A 8-as külső pontos, ő az energiáját, a haragját, az indulatát kifelé vetíti a külvilág felé, mások felé, és állandó erőfeszítést tesz annak érdekébe, hogy a külvilág befolyását elhárítsa, erős védőpajzsot alakít ki. A dühét agresszióját a nyolcas nem csak hogy megéli, hanem ki is fejezi, és nem is kontrollálja. Az egyes karakter az sokkal több energiát fordít a belső határainak a megélésére, fenntartására, az ösztönkésztetéseinek a visszaszorítására. Az egyesek, ők tökéletességre törekszenek, és ők azt akarják, illetve felállítanak olyan szabályokat, elméleteket, amelyekről meg, van győződ, meg vannak győződve, hogy ezok jók, és azt akarják, hogy ők maguk is ezeket a szabályokat tartsák be, illetve elvárják a világtól is, hogy ők is olyanok legyenek, mint ahogy az egyes akarja. Úgy gondolják, hogy a világban lévő emberek rosszak, hibásak, nem jól működnek, és nekik kell az egész világot megreformálni. Magukba fordítják a haragjukat, dühüket, magukban élik meg, mert úgy gondolják, hogy ha azt kiengednék, akkor elítélnék őket, és azt mondanák rá, rájuk, hogy a dühük haragjuk miatt bűnösek. Nagyon gyakran az egyes karakterűek passzív-agresszív viselkedést vesznek fel, vagy tanúsítanak. A kilences, az a... Csúcson, ő mindkét irányba kifelé is és befelé is igyekszik az én határait fenntartani. Úgy gondolja, hogy ha kiengedi a dühét vagy agresszióját, akkor valamilyen visszafordítatatlan nagy tragédia vagy nagyon rossz dolog történik, ezért ő úgy megpróbál nem venni figyelmet, tehát nem vesz figyelmet a haragjáról, a dühéről, az indulatairól, az agresszivitásáról azokat megpróbálja teljes mértékben elnyomni, és azt látjuk, hogy ha a kilencest a külvilág irányítani akarja, akkor azért roppant dühösek lesznek, ha pedig ellenáll ennek az irányításnak, nem engedelmeskedik, akkor pedig roppant nap, nagy bűntudat és szégyenérzet keletkezik bennük, és ezért nagyon ellentmondásos a viselkedésük. És a esek azok, akik minden karakternek bizonyos jegyeit fel tudják venni, mindenki ezt tudnak azonosulni, mindenkivel egybe tudnak olvadni, és ezért a 9-es ember egy napon belül is számtalan arcot mutat, attól függően, hogy hogy tudja a belső egyensúlyát, békességét megőrizni, és jellemző rájuk, hogy ennek a belső harmóniának, békességnek az eléréséhez ők nem vesznek tudomást a konfliktusokról, úgy próbálják rendezni az életüket, vagy úgy akarják az életet lehűlni, hogy semmi megteendő dolguk ne legyen, ne legyen probléma, ne legyen feladata, amit meg kell oldani, és úgy tűnik, hogy ők rendkívül lusták, közönösek, más, másokra nem figyelőek. Ez volt a három triász, amit fontosnak tartottam, hogy bemutassak nektek, hogy amikor elemzitek akár a saját, akár a hozzátartozóitoknak a születési dátumát, és megkapjátok a születési dátum számainak összeadásából a fő karakterszámot, akkor ez alapján az ábra alapján rögtön be tudjátok sorolni, hogy az adott karakterű egyén az milyen befolyás, milyen vezélés alatt áll az érzelmei, a gondolatai, vagy pedig az ösztönei uralják, mert mindegyiket másképp kell kezelni, másképp kell hozzájuk viszonyulni, és másfajta magatartást fognak tanúsítani. A triászoknál nagyon fontos az is, hogy a triász határokat át lehet lépni, akkor, hogyha valaki, tehát egy, egy olyan karakternél, ahol pont, aki a pont a határnál van, például az egyes átlépi a, a triász határát akkor, amikor, Felveszi valamelyik szomszédjának a, a tulajdonságait vagy megküzdési módját. Tehát az egyes felveheti a 9-esnek és a 2-esnek, és hogyha a 2 felveszi, akkor már érzelem vezérelt lesz abban a helyzetben, abban az időszakban, amíg ezt a megküzdési módot használja. Ugyanígy a négyes is lehet határátlépő, amikor felveszi az ötös karakternek a visszavonultságát információgyűjtését, az elzárkózását, ilyenkor az érzelmi négyes átmegy gondolkodóba, és nem az érzelmeire fog hallgatni, hanem a tényekre. Ugyanígy a hetes karakternek a szomszédja a nyolcos, aminél határt lép, vagy a nyolcosnak a hetes. Ha a hetes lép át a nyolcas karakterhez, akkor agresszív lesz. Agresszíven önérvényesítő, ha pedig a nyolcas lép át a hetestbe, akkor azt fogjuk látni, hogy egy kalandozó, világot leuraló, rendkívül sokat utazó, nagyon sok ismerőst összegyűjtő emberről lesz szó. Tehát ezeket a triász határokat a különféle élethelyzetekben át tudjuk lépni, de nagyon fontos, hogy mindig visszalépünk a fő karakterünkbe, illetve a fő karakterünk az, ami meghatározza, hogy az adott szomszédunknak a viselkedéséből mit fogunk átvenni. Tehát, hogyha valaki nyolcas karakterű, és ő jellemző ugye, hogy nem akarja, hogy ő rajta uralkodjanak, ő akar uralkodni másokon, akkor ez határozza meg az egész életét. Láttuk az életkori szakaszokat, ugye 0-25-ig a gyerekkori kor, 25-65-ig 10 évente behoztva a felnőttkor és 65 éves korunk után kezdődik a, az öregkor vagy időskor, és látjuk azt is, hogy körülbelül 9-10 évente ö, kerülünk mindig olyan helyzetbe, illetve olyan fejlődési szintre, hogy megküzdési módot váltunk, és ami kijön a az energetikai piramisnál karakterszámok, azoknak a karaktereknek a megküzdési módjaiból veszünk át. De mindig meg fogja határozni azt, hogy milyen fő karakterű vagyok. Tehát, hogyha a nyolcas, akaratos, harcos, másokat elnyomó, másokat uralni akaró, és mondjuk ő valamelyik életszakaszába felveszi a kettesnek a megküzdési módját, akkor azt látjuk, hogy ebből az erőszakos nyolcasból lesz egy segítő, idézőjelben mások felé forduló, másokat gondozó, ellátó egyén. Úgy tűnik, mintha a nyolcas karakterből az erőszakosságból kilépett volna, de nem, mert az egész életét az erőszak és a, a másoknak az uralása határozza meg, és a kettes karakternek a viselkedéséből azokat az elemeket fogja átvenni, ami megerősíti, illetve társul az ő erőszakosságához, tehát erőszakos, nyomuló, adakozó lesz, mások életébe beavatkozik, másokat leértékel, hogy nem tudják az életüket megoldani, hogy neki kell segíteni, majd ő tudja, ő mindenkinél jobban tudja. Tehát mindenki a fő karakterének megfelelő ő vonásokat, megküzdésmódokat veszi át azokban az élethelyzetekben a különféle karakterektől. Ez nagyon fontos volt, hogy elmondjam, és még azt hagyd tegyem hozzá, hogy a klubtagsági videóknál a Life Numbers szinten lehet lesz ezekről még bővebben, még részletesebben hallani, és a karaktereknek a teljesen részletes bemutatását is itt ezen a tagsági szinten fogom elétektárni. Tehát, hogyha valaki szeretné ezt a Life Numbers módszert elejétől a végéig, a legapróbb ö, kis részleteiig megismerni, illetve ebből nagyon-nagyon sokat tanulni, saját életét elemezni, kapcsolatait, a, a munkát, hogy hogy alakul a munkája, akkor erre lehetőség van, hogy a Life Numbers szinten, tagsági szinten az oda felrakott videókból egy önképzés formájában meg tudjátok valósítani, az életeteknek az elemzését, és azt, hogy megnézzétek, hogy mi az erősségetek, mit kell még fejleszteni. Rájöztök belőle arra, hogy a kapcsolataitok miért úgy alakulnak, ahogy alakulnak, és mutat utat arra, hogy a, tehát hogy lehet azokat a félre sikerült utakat nem járni, amit eddig jártunk, hogy ne rossz irányba menjen az életünk, hanem megpróbáljunk végre beteljesedett boldog életet élni. Köszönöm, hogy velem voltatok, ha tetszett ez a videó, kélek lájkold, like oszd meg, iratkozz fel a csatornámra, várlak a Nárklub tagságon is, és ne felejtsétek el megnyomni a szuper szívecske köszönet gombot. Sziasztok, legyen szép napotok!